Sziasztok, vagyok a Tech 2 Nézitek, a Samsung a Galaxy Note 20 szériával együtt leplezte le az új vezetékmentes fülhallgatóját, a Galaxy Buds Live-ot, ami leginkább a szokatlan és egyedi bab formájával hívja fel magára a figyelmet. Szerintem jó kis geng lett volna, hogyha a Samsung Galaxy Buds Beans-nek nevezi el, és noha Beans volt a belső kódneve a fejlesztés alatt, végül is a Live nevet kapta. A Files több mint egy hete használom, úgyhogy lássuk, milyen lett. A füles tesztek alatt gyakran megkapom azt a kérdést, hogy például a Honor fülesen működik-e Samsunggal, vagy a Samsung fülese használható-e iPhone-nal. Szóval már most így az elején letisztáznám, hogy a Galaxy Buds Live márkától függetlenül minden okos telefonnal működik, már iOS-re is telepíthető a Galaxy Wearable alkalmazás, amin keresztül ugye a hangzás és az érítő felület is tesső szabható. Szóval mindegy, hogy milyen márkájú telefonod van, amennyiben megfelel az elvárásoknak, menni fog vele. Aki vásárol egy ilyen fülhallgatót, az a dobozában kapni fog egy USB-C kábelt, illetve lesz egy pár nagyobb méretű gumiharang is, ami az én dobozomból kimaradt. Elképzelhető egyébként, hogy ott maradt valaki más tesztelőnél, de a doboz hátulján is írják, hogy összesen két pár gumiharang van hozzá. A TVS fülesek piacán alapvetően három forma világ van, az AirPod-szerű Open Fit fülesek, az ugyanilyen száras, de inír megoldások, végül a szár nélküli inír fülesek. A Buds Life ezektől eltérően szár nélküli, open fit fülhallgató, ami furcsa bab formája ellenére remekül illeszkedik a fülembe, és simán el is tudok róla, hogy a fülemben van. A töltőtök külső felülete fényes, belül pedig mat, ugyanez igaz egyébként a fülhallgatókra is a tokon belül, illetve az elején is van egy-egy állapotjelzőled, hátul van az USB-C port, de a tok vezeték nélkül is tölthető, akár a Galaxy Note 20 széria, vagy bármely más fordított vezeték nélküli töltése képes okos telefon hátán. A kis babokat egyébként mágnes tartja a helyükön, amik egy úgymond nagyobb lendítésre azért kijönnek, de persze magától nem fog kiesni. Viszont a hozzám került tesztpéldány fedele elég könnyen lecsukódik, de megnézve más teszteket, ez csak nálam fordul elő, a fedélnek többi ki kell nyílnia, és akkor sem csukódik be, hogyha lefelé tartod, szóval emiatt nektek nem kell majd aggódni. Amikor először láttam képeken a fülest, azt hittem, hogy itt a kontaktpontos rész megy a hallójáratodba, hisz itt van a gumiharang, de nem, annak a résznek kell lefelé néznie, ahol a két hangszoronyílás és a közelségérzékelő szenzor található hogy melyik melyik oldal azt jelzik a dobozban és a fülesek belső oldalán is. A behelyezés egyébként egyáltalán nem körülményes, nyilván azért egy picit igazgatni kell, hogy meglegyen a perfect fit, de ha ez megvan, akkor nagyon stabilan ül a fülben és kiesni sem akar. A passzív szűrése természetesen nem olyan erős, mint mondjuk egy Buds Plusnál, ez már csak a kialakításából is adódik, de kategóriáján belül azért elég jól izolál. Van benne egyébként aktív zajszűrés is, bár ez nem annyira hatékony, erről majd kicsit később. A Samsung készülékekkel abból a szempontból jobban együtt tud működni, hogy felnyitás után egyből felismeri a fülest, és nem kell elmászni a Bluetooth menüig, de akár applikáció nélkül is tudod párosítani bármilyen okostelefonhoz. A teljes élmény érdekében természetesen érdemes letölteni a Galaxy Wearable alkalmazást, ahol párosítás után megtalálod az Equalizert 6 különböző profillal, illetve többek között te se szabhatod, hogy mit csináljon, ha hosszan érinted a két oldalt. Alapvetően ez aktív zajszűrésen van, de beállíthatod hangasszisztens előhívásához, hangerő növelése csökkentésre, valamint Spotify indításra is. A sima érintés ugyanúgy szüneteltetésre és lejátszásra szolgál, dupla érintésre hívást fogadhatsz, vagy következő számra tudsz ugrani, tripla érintésre pedig az előző számra mehetsz vissza. Ha csak az egyik fülest veszed ki, akkor a zene továbbra is szólni fog, csak akkor kapcsol ki teljesen, hogyha mindkettőt kivetted. Egyébként jelzi hanggal is, hogyha visszadugtad a fületbe, de magától nem fog elindulni a zene, ahhoz meg kell érintened. Mindkét oldal belsejében egy-egy 12 mm-es AKG hangsugárzó található, belül kettő, kívül pedig egy hangnyilás van, utóbbi a jobb basszushoz szükséges légáramlás segíti elő. És hát basszus az tényleg van benne, épp ezért már élből rá tudom mondani azt, hogy elektronikus zenéhez ez a fülhallgató kiváló lesz. Az alap normál profila is hallhatóan basszusorientált a hangzása, amit egyébként tovább is tudsz erősíteni, de talán dinamikus profillal érhető el leginkább az, hogy a meglévő basszus mellett a közép és a magasabb tartományok is hangsúlyosabbak legyenek. Opcionálisan bekapcsolhatod az aktív zajszűrést is, viszont ez csak a 700 Hz alatti, tehát a nagyon mély hangokat szűri ki, a mellettem lévő ventilátor zaját ugyanúgy hallom, illetve a billentyűzeten való pötyögést sem szűri ki annyira. Szóval, ha a legjobb aktív zajszűrés szeretnéd, akkor érdemes más nézni, mondjuk a Buds plus vagy az AirPods Pro-t. Mutatom a beszélgetési minőséget is. Na srácok, amit most hallottok, az a Samsung Galaxy Buds Live-nak a mikrofon minősége. Most viszonylag egyébként csend van itt a szobában, egy a, a számítógép megy. Viszont, hogyha bekapcsolom ezt a kis ventilátort, akkor hát egyleg valamennyit ki kéne belőle szűrnie. Ugye van kívül is rajta kettő mikrofon, Szóval, hogyha nem tudom, zajos környezetben vagy, akkor is elvileg hasonlóan jól hallhatónak kell legyek. Aztán meglátjuk. A fülesek aktív zajszűrés mellett 6 órán át képesek életben maradni, a töltőtök pedig még 2-3-szor fel tudja tölteni őket, hogyha pedig aktív zajszűrés nélkül használod, akkor 8 órán át bírja egy feltöltéssel. Ez egyébként elég jó, viszont a Galaxy Buds Plus ennél tovább bírja. Ha gyorsan szeretnél egy kis szuflát a filesbe, akkor 5 perc töltés alatt egy órányi üzemidőt kapsz. Ahogy mondtam, a Galaxy Buds Live tölthető vezetékesen és vezeték nélkül is. Összegezve, a Buds Live-ról lehet pozitívan és negatívan is nyilatkozni, de az én értékelésem alapvetően pozitív, a design végre valami más, valami friss, ami furcsasága ellenére kényelmes használatot biztosít hosszú távon is, minőségi, de hallhatóan basszusorientált a hangzása, ami attól függően, hogy milyen az ízlésed, lehet pozitív vagy negatív is, stabil a Bluetooth kapcsolat, illetve általánosságban véve jó az üzemideje is. Ami a negatív oldalra tehető, hogy nem olyan hatékony az aktív zajszűrés, nem biztos, hogy mindenkinek illeszkedni fog a fülébe, illetve mivel csak IPX2 tanúsítványal rendelkezik, ha izzadós vagy, akkor edzéshez nem feltétlen ideális. Galaxy buds egyébként érdemes lehet váltani, mert hát a hangzás, illetve a beszélgetési minőség is lényegesen jobb, de hogyha a Buds Plusod van és elégedett vagy vele, akkor a Live nem fog sokkal többet nyújtani. Magyarországon a Buds Live 70.000 forintos áron debütált és hát nyilván a legtöbb nyitóár magas, de ez azt is jelenti, hogy a Galaxy Buds Plus most olcsóban vihető el, akár 40.000 forintért is a tiéd lehet. Nekem alapvetően a Buds Live is tetszett, de szerintem az alapján érdemes választanod, hogy számodra még az ideálisabb, a kényelmesebb design, ez az Open Fit, vagy a harangos inír. Én köszönöm szépen a figyelmet, egy szerettem volna elmondani ebben a videóban, ez lenne a Galaxy Buds Live. Ha tetszett ez a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, like iratkozzatok fel, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok!